Sziasztok, fiúk, lányok! Jó, jó reggelt! Szóval, én is megjöttem. Na és akkor konenezzünk egy picit. Picit. Tegnap egész nap benne voltam a játékba, építettem, és akkor még vissza van még mindig a díszítés. Díszítgetés, berendezés, meg a többi, tudjátok. Na nézzük, milyen is lesz. Még elmondok ismét egy-két infót nektek. Sups! Szóval, sziasztok! Na, az új kamera. Kép és hang van.
lehet, hogy túl nagy vagyok, nem? Hú, basszus. Ah, mindegy. Ezzel majd még dolgozunk. Szerintem kisebbe fogom venni. Na, a Conanben június 21-én, azaz két nap múlva kedden, jön egy nagyobb update a játékhoz, elméletileg valami új funkciókkal, és itt a Twitch-en 15-kor maga a fejlesztő csapat fogja streamelni, de ezt már elég régóta reklámozzák, én díszín ki is írtam. Kíváncsi leszek, hogy mi jön be, mert sok mindent nem mondtak. Csak hogy valami új dolgok jönnek be, ennyi. De ha valami jön be, akkor gondolom új dolgok. Szóval kíváncsian várom, hogy mi lesz. Szerencsé, ugye délelőttös leszek az első hetemben, vagyis holnaptól, mert ugye vége a Szabinnak, a 4 hétnek, és most decemberi megint munka, Szabi nélkül, tök jó lesz. De legalább meg tudom nézni, hogy mégis mi lesz. És akkor valószínű, hogy 1-2 héten belül ez az update elérhető lesz, és utána akkor mi is tudunk vele játszani. Megnézni. Bocs. Illetve a Sziget, az Isle of Sitap Hunger, az jó pár hete töltem, mivel egy hónapon keresztül nem volt egy játékos se, és úgy voltam vele, hogy mielőtt jönne valaki játszani esetleg, inkább törlöm. A hosszabbítást, szerver hosszabbítást lemondtam, és töltem, mert jó, tudjátok ti is, hogy nem volt 50 játékos talán egy év alatt, amióta megvolt a szerver, de itt az alapmapon mindig jó sokan vannak. Szóval annak vége, azt ne keressétek többé. Illetve akkor ismét elmondom nektek a tegnapi próba után, hogy 2 év után lecseréltem a webkamerámat, a mikrofonos webkamerámat, ugye ő volt 2 éven keresztül egy ilyen kis alap. Ilyen 50 euró volt csac per kb. Annó, működik meg minden, csak úgy voltam el, hogy a jobb hang és kép minőség miatt, ami szerintem biztos, hogy meg is van. Lecseréltem egy jobb Logitech kamerá, ami olyan 100, nem is tudom már mit mondtam nektek, 120, 130 vagy 140 euró akción kívül, de most akcióban volt 70. Szóval most ő dolgozik. És mivel sokszor volt az a gondom, bajom is, hogy ugye itt volt eddig lent a kamera, az állványon, amit láttatok, ezt is fel lehetett volna tenni ide a monitorra, de most ezt az újat alapból föltettem, hogy sokszor volt, hogy nem láttam, hogy mi van ott, mit ír a játék, milyen funkció van ott, szóval úgy voltam el, hogy inkább fölteszem, és szerintem így jobb is. Na. Hangja van a játéknak? Van, jó. Minden jó. Minden oké, minden jó, minden szép. Jó, mert akkor ezt kicserélem. Pontosabban visszacserélem. Ugye ez a streamer gép. És emlétek, itt is vannak hangok. Na. Kicsit visszamegyek a chatbe, mert adminná válok. Pillanat, van valaki fent? Ó, vannak. Mestart volt, emlétek, 7-kor volt, vagy mikor? 7-10, ja, volt. Jó. Na, mindjárt pillanat, fiúk, lányok. Visszamegyek a chatbe, hogy ne lássátok a jelszavamat. Úgy, szuper. És utána megint kell egy kicsit várni, mert ugye 3 perccel később van a stream, hogy nehogy épp azt lássátok, hogy mi a jelszó. Úgy. Minden oké. Igen, minden oké. Szuper. Na. És akkor megmutatom nektek, hogy az elmúlt 2 napban mit hoztam össze.
Tegnap szerintem a játékosok többsége az elmondott mindennek, mert olyan, mondjuk úgy, hogy olyan este 7 felé végeztem az építkezéssel, 2 nap után, és utána 7-től egész 22-ig a világítást csináltam, szóval állandó sötétség volt a játékba. Ráállítottam az időt, szóval gondolom elmondták mindennek, hogy bazd meg, hogy ilyen sokáig sötét van. Na, a falak, azok a szigetől vannak, úgy értem a emlékeztek, hogy milyen szuper kis kastélyom volt ott. Szóval úgy voltam el, hogy ezt is meg kell mindenképpen építsem. Tehát úgy, hogy jobban lássátok a dolgokat. Melyikkel leszek láthatatlan? Ezzel jó. Így. Igen, ott vannak a cuccaim. Oda majd szerintem valami istállót fogok tervezni, mert azt hittem, hogy jóval nagyobb helyen van. Mondjuk azt, hogy ez egy közepes kastély. Ez még nem a nagy. Mondjuk. Na szóval, egy új lépcsőt is létrehoztam, mert elegem volt a liftezésből. Itt ez a szuper kis várfal, ahogy látjátok. Ezzel ment a legtöbb időm. Szó szerint péntek este elkezdtem a falépítést is. Szombaton délután olyan 17 felé végeztem vele, és utána 17, azaz 5, és este 8-ig megcsináltam a kastélyt. Mondjuk. Hoppá. Itt áll még jobb. Itt távol is megmutatom nektek, meg végig szaladunk a dolgokon. Csak az a baj, hogy most nem látom, hogy hol vagyok, meg hogy megyek. Szóval maga a kastélyfal, az új DLC, ugye, új, tavaly jött ki, a... Meg nem mondom nektek most milyen neve. Nemedis, vagy valami ilyesmi, pillanat, mindjárt megnézzük. És megint nem látom, hogy hol vagyok, aztán most belementem a falba. Hogy vigyen a villám. Ja, Nemedis. Az az új DLC, új, ugye, tavaly jött ki. Illetve, ami tavaly előtt jött ki, a szigettel, ez az üveg DLC. Nekem ez a kettő tetszik a legjobban. Szóval ebből a kettőből építettem meg, a fal az természetesen a Nemedis, a kastély meg az üveg DLC. És ilyen futurisztikus lett igazából, így random csináltam a dolgokat. És akkor még ezt szépen meg fogjuk csinálni. Van szomszédunk? Jaj, tényleg, le kéne nullázzam. És akkor így gyorsan végig is futunk az egészen, hogy lássátok, hogy mégis milyen. Közelebbről is. Hoppá! Ez nem az, bocsi. Ez nem az, hanem ez az. Légy látható. Megnézem azt, hogy kéne nekem egy olyan kód, akkor felület, igen. Teleportál, nem akarok semmi teleportálni, nekem az a parancs kéne. Tölts kódok. Töltse ki az... Ha ez lenne az, hogy kitöltöm... Kimaxolom ugye a... Pölcs vonalat, de én... Pölcs játékos... Kicsi furcsa... Az angol és a magyar Google fordítás, de gondolom ez az, hogy... De én nem vagyok ámba, haló. Ja! Üljtsék ki az összes...
Nem akar a műves játékos nem tisztítom. Gondolom ez lesz az, hogy empty. De nem akarom az összes játékos, csak magamat kívánom lenullázni. Ott is van, fiúk, lányok. Ugye, elég régen nem koneneztem, szóval elfelejtettem mindent, szó szerint. Hogy is volt, mi is volt. Szóval ez így jó lesz. Nem kívánok Purge-öt. Ahogy látom, homokvihar jön. Tök jó. Még egy próba, hogy minden oké-e. Ezt megvárjuk, mert úgy sem látunk semmit, amíg ugye homokvihar van. Addig kiveszem a fáklyákat meg a többit. Szóval adminként építkeztem, de így is eltartott több mint 2 napig. Ha emlékeztek, amikor úgy mondjuk úgy, hogy abbahagytam a játékot, hoppja, itt nem volt sátán? Valami, mint találtam volna. De volt. De igazából ez mi nem kell nem beszélve, hogy úgy is építgetünk. Hi, basszus! Ezeket többbe kell tárolni. Épp elejtettem. Nem ez a hüttő. Dobunk ki egy kis kaját. Leveskét. Ezek a fontosak. Jó, hogy a talokat nem kell lefagyasztani, nem? Itt is vannak eszközök. Többi hacuka. Hol az? Itt a fekete éges fegyverem, jó. Megvan. Ezt betesszük. Ugorjunk egyet, hogy milyen a hang. Furcsa. Oh. Lucsinál megy tönkre a cuccos muccos. Jó, van hangja a játéknak is, hál' Istennek. Nem csak engem lehet hallani. Aló, oh, bazd meg! Jó, na! És akkor megmutatom nektek, hogy így közelebbről is, hogy mégis mit építettem 2 nap alatt. Tudjátok, jobb az ellenőrzés.
Én nem hittem, hogy ilyen nagy még a kamel, basszus. Azt hittem kisebb. Kisebbbe fogom menni, de most nem fogom leállítani még semmit. Túlzottan lehet látni engem. Na. Szóval. Ez is új. A lépcső, ugye? Csináltam egy lépcsőt, hogy ne kelljen liftezni, mert ugye ott volt egy lift. Meg emlékeztek, hogy csak egy ilyen kis nyugdíjas ház volt. Most kicsit kiegészítettem a dolgokat. Hogy látjátok. Szóval itt föl tudunk menni szépen. De megint elbasztam, mert akkor vihetnénk föl cuccot is. Az a nagy helyzet. Bocsi. Van időnk. Az idő végtelen. Hol láttam én eszközöket? Ez mind cuccos, muccos. Kinti eszközöket keresek. Jelenleg. Mint amit előbb láttunk. Valahol itt volt. Na, például ez ugye. Ez. De még ez is nyugodtan lehet kint. Bár nem ilyen nagy épületet felhúztam, nem akartam ilyen nagyot, ezt elmondom nektek. Aztán mégis így jött össze a dolog. Vigyünk cuccokat is, mert be kell rendezni ugye a kastélyt. Sok nyersanyag. Ha egyszer fel tudok mindent vinni. Minden eszköz. Jó, lehet. Nem, túl nehéz. Nem, 99, akkor még tudunk mozogni. Szerintem nincs is több műhely, ami kéne, vagy használunk. Ez már mind nyersanyag. Meg ugye a dolgozók. Jó, ennyi. Akkor mehetünk fel. Ezeket kívül fogom letenni, az biztos. Szóval azt hittem, hogy iszony nagy helyen van fönt, aztán mégse. Nem beszélve, hogy a falat sepelmeim mellett kétszer le kellett bontsam, mert még kóddal se, parancsal sem engedte azt, hogy odaépítsek, mert már túl közel voltam sepelmeimhöz, amit majd meg is mutatok nektek. Szóval ilyen a kastély, így közelebből. Szerintem ez egy kibaszott jó DS. Illetve kicsit bágos nálam az ajtó, a kis ajtókat még nem tettem be sehová, mert nem tudtam használni őket, nem tudtam kinyitni őket. A Jabba a hetedik oltárt azt ide tudtam csak letenni, mert ugye az oltár közt kell távolság. Mivel nem engedi a játék, hogy túl közel építsük egymáshoz. És nem volt helyem, szóval ide kellett letegyem az utolsó, de igazából nem néz ki rosszul, itt sem. Végig van külső világítás is. Bejövünk. Itt van egy kis udvar. Letettem egy istállót, egy kutat. Ha jönnek vendégek. Itt a Ymir. Kimaxolt oltán, ugye. Nagy állatnevedét nem tettem, ne csak egy kicsit, mert nagynak nincs helye. Itt a Mitra. Letettem egy nagy... mi a tökömet? Betörökeket. Itt is van egy pici. Az egyikbe beteszek be majd ezüst dínót, a másikba meg goldot. Tudjátok. Itt a Delketo. Ott a Set.
És nagyon megtetszett különben ez a hegy. Ez a több kis ilyen hegy, szóval úgy voltam, hogy oda fogom felépíteni a kastélyt. De ez így jött magától, nem így akartam, de ilyen lett. És akkor bemegyünk. Itt is van ugye világítás, a fal az ugyanúgy, mint a szigeten van. Mivel nagyon megtetszett annó ez. Az miatt például nagyon fáj a szívem is, de hát mindegy. Szóval ez így néz ki, és akkor még itt föl tudunk menni, fiúk, lányok. Ahol szintúgy van egy plusz emelet. Ezzel a kis csapóajtóval. Ez is nagyon jól néz ki, ugye. Bár jobban néz ki, mint amilyen hasznos, mivel itt sok mindent nem lehet látni, ha ide bejövünk. De jó néz ki. De még nincs kész, tegyük hozzá, mert mondom, csak az építkezés van meg, díszítgetés még nincs. Meg be is kell rendezni. Tegyük hozzá. És a fal az mindenhol így van, hogy alul is lehet menni a falba, hogy láttátok előbb. Azt is megcsináltam. Minden torony az ugyanolyan nagy. Különbe. És itt volt gond, hogy túl közel van Sepelmerű, ahogy látjátok. Itt, ott. És ennél tovább nem tudtam építkezni, parancsal sem. Olyan parancsal, hogy ugye bárhol lehet építkezni, mert nem engedte. Pont azért van különben a parancs, hogy olyan helyen is tudj építkezni, ahol nem lehetne. De nem engedte a játék, mert túl közel voltam Sepelmerűhöz, és ez miatt kétszer is le kellett bontsam a falat. Mert nem tudtam tovább így díszíteni ezzel a külső része, hogy látjátok. Szóval az egész fal a Nemedis DLC, ami ugye tavaly jött ki, és a kastély az a más, ez a két DLC tetszik a legjobban. A másik meg ugye az üveg DLC, az még tavaly előtt jött ki, ahogy mondtam nektek a szigettel. Viszont este tök jó néz ki, hogy lehet látni mindent, hogy ki van világítva Sepelmerű. És úgy voltam vele ugye, amikor mondjuk úgy, hogy abbahagytam 3 hónap ezelőtt, én ugye itt laktam fent. Szó szerint ezen a hegyen. A Purge miatt viszont úgy voltam vele, hogy én bármilyen talált magam elé le tudok spawnoltatni, aztán ha el akarom fogni, akkor kiütöm, aztán elhozom. Meg ha jól emlékeztek, fél éven keresztül nem is volt semmilyen pörzsöm, mert elvettem magamtól. Szóval túl nagy értelme nem volt annak, hogy ott lakjak továbbiakban is. Meg ott laktam a kezdetek óta, mert ugye jobb pörzsöt akartam, több akciót. Viszont ez egy... Szóval hideg területen voltam az elmúlt több mint egy évben, és úgy voltam vele, hogy hát jó lenne egy kis más tájon is lakni. Szerintem a táj az itt mindenképpen sokkal szebb, ezt tegyük hozzá. És ugye itt van a fal. Végig. Amiben szintúgy lehet közlekedni. Tornyok közt. És akkor itt van a maga a kastély, az üveg DLC. Szóval azt hittem, hogy sokkal nagyobb területem lesz, aztán bánatot. Ezt meg így futurisztikusan építettem fel, mert ez ilyen sok kis hely, épület, vagy épület, ilyen dombocska. Csak úgy jött az iklet. Nagyon sok ilyen kis terasz van, kiülős hely, ahol lehet nézelődni szintúgy. És van egy szomszédom. Elég sokan elkezdték a héten a játékot. Szerintem megint legalább több mint 10 új játékos van. Ami különben azért jó.
és minden emelettel kicsit kisebbre vettem az épület alapját, hogy legyen teraszunk, meg ilyen nagy épület úgy sem kell. Tegyük hozzá. Szóval azt tervezem, hogy ma van születésnapja. Milyen jó a Facebook, hogy mindig megmondja, hogy kinek mikor van születésnapja, nem? Na nézzük. Őt már behoztam, meg az ágyamat is, eddig jutottam. Szóval péntek óta egész tegnap késő estig építgettem, és még vissza van díszítget is. Szóval azon gondolkodok, hogy lehet, hogy inkább korán lesz egész nap. Ugye tegnap átírtam mondjuk ugye a mai programot. Azt írtam, hogy a na, hogy hívják ezt a játékot? Redout 2. Azzal játszunk még egy kicsit, de lehet, hogy inkább ezt kéne csináljam. Hogy kész legyünk. És itt el is lehet menni, ott is van egy nagy terasz különben. Viszont ha lenne Pörzsöm, kíváncsi lennék, hogy honnan jönnek, bárhonnét jöhetnek, hisz ugye körbeépítettem ezt a kis hegyet, vagy hát nem körbeépítettem, elépítettem, de bárhonnét spawnolhatnak. Itt is spawnolhatnak, ott is, szóval bárhonnét jöhetnek. Jöhetnének? Nem fognak? Még Zat papnőt nem találtam jobbat. Érdekes, hogy Zat papnőt nem lehet leszpónoltatni, ha jól emlékszem. Hú, mi a pillanat, hogy... Ja, de ő táncos nő igazán. Nem. Isten. Delketto... izé... Dalfa... igen... Zat? Van Zat? Kinek is Zat? Jó lenne ebben is van nemes. Delketto annyi van, mint a picsa. Jabba... Jog... Jog... Ez is Delketto, az meg... Ezek még már szigetesek különben, de lényegtelen, hogy honnét vannak. Nem, ahogy látjátok, nincs. Nincsen Zat. Vagy másképp kéne megnézni, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy például ugye... Hú, hogy hívják ezt a nagyon HP-s trollt? Azt hiszem Teimos. Vagy úgy kell beélni. Pillanat, mindjárt. Teimosként kell beélni, így van csak meg a listába, de különben meg... Nem tudom most, hogy hívják. De tudjátok, akit N8-ba lehet elfogni? Aha, ott. Tudjátok ön. Neki van a legtöbb HP-ja, vagy neki lehet. Ha olyan páncél kapt, akkor még 17 ezernél is több lehet. Vagy shot spell kb. 17 ezer. Na, szóval ez amúgy nagyjából a kastély, és akkor most kezdjük el berendezni. Mondjuk úgy. Ezeket szerintem kívülre fogom tenni különben. Szóval túl sok izgő van, nem lesz, az biztos. Csak építgetünk. Az úgy nem néz ki túl jó, hogy a magas fűben van. Hoppá, bocsi. De ahogy látjátok, nem...
Magát a keltet egyáltalán nem alapoztam le. Szerintem így sokkal jobban néz ki. Hát ezt hova tegyük? Jó kérdés, nem? Hát tegyük ide. Itt legalább lehet látni is majd. Úgy. Hogy ott van a keltető. És kéne nekem egy bunkó. Akarok elfogni egy-két új talt. Supszi! Megjöttem! Emetek hallhatatlan vagyok, tegyük hozzá. Ti ne próbáljátok ki. Kéne nekem a kötél, meg kéne a bunkó. Ja, meg be kéne nyomni azt, hogy lássanak engem, hogy engem támadjon meg. Mondjuk úgy. Akarok egy-két új talált, fiúk, lányok. És elméletileg itt nincs katona, meg senki. Szóval fogunk el egy-két új talált, mert amíg be lesz törve, az úgyis fél nap. Hú, ola a berzelke. Ő jó kemény. Szevasz! Na, így kell talált elfogni. A talán jön háthoz, nem mi megyünk máshol. Ilyenem még nincs. Ilyenem volt szigeten, és neki volt a legnagyobb támadás, meg egész HP is különben. Megvagy? Megvagy, öcsi? Megkezdjük is el a betörést, én azt mondom nektek. Ez ilyen nehéz a leves. Jó, hát 10. Úgy. És akkor még fogunk egyet-kettőt el. Egy-két uolát, satszper kb. Lehetne fúvóolá is különbe. Jaj, hülye vagyok. Tudjuk mi. Hello! Gyere, boxolj! Milyen megvan? Na, ennyi volt. A másodikunk, és legyen egy János. Ja nem, ezt nem itt találjuk meg, bocsi. Lian Hayes. Itt egy Lian. Nekem mindegy, bazd meg. Na, feküdj már ki. Na, viszont kell sötéteni, akkor na, éjjel is megmutatom, hogy néz ki. Egy négyes szintű fighter kell nekünk, mert ő a János. Látjátok, itt egyáltalán nincs beírva az, hogy János, csak az, hogy hős, négyes szintű harcos. És János. Szóval ők azok. Szóval nem mindegy, hogy keressük a Józsit. Bocsi. Na. Jézusom. Pillanat, leállítom az éjszakát.
meg tudjuk nézni, hogy éjszaka milyen a kastély. Na ugye az éjszaka az csak ilyen 4 perc, 5 perc kb. És akkor még akarok fogni egy tejmoszt is. És a tejmoszt... Ja, Bestienmeister tejmoszt. Tejmoszt, tudjátok. A leghátésebb. Lehet, mondjuk úgy. Ha jó statokat kap. Tudjátok ki menjen Molmethez, ha Molmeth eljön a hegyen. Úgy, köszi. Úgy, na, így elég is. És akkor nézzük meg, így éjszaka is, hogy néz ki a kastély, fiúk, lányok. Meg, hogy milyen lett a közvilágítás. Érdekes, hogy itt esik az eső könyve. Hol magasan áll, mert leállt az idő, ugye? Én eltűnök egy picikét. Úgy, hogy kicsit jobban lássátok a dolgokat. Ezt ott alul én mindenképp át fogom építeni, ahogy mondtam nektek, oda akarok egy istállót tenni. Szóval, ilyen éjszaka a kastély. Szerintem kurva jól néz ki. És mint eljük az NBA-n, nincsen zászló, meg nincs díszítés. Hát csinálj egy klippet, bocs. Meg megposztoljuk Facebookra is. Na nézzük. Szóval csak úgy volt 2 nap maga az építkezés, hogy mindent odaadtam magamnak. Most képzeljétek el, hogyha valakinek ki kell telmenni. Szóval mondjuk azt, hogy ez a közepes kastély, ami maximálisan megengedett. Szóval, hogy látjátok, nem egy túl nagy. Szerintem kurva jól néz ki. Ez meg csak úgy jött a random különbe. De ez is szerintem tök jó lett. Menjen a hold! Viszont már nem emlékszem, hogy vajon kitanultam ismét minden receptet, vagy nem. Ez egy jó kérdés például. Jupszi, megjöttem. Na, akkor kipakolok mindent, és haladjunk tovább. Itt milyen katonák vannak? Valencia, Dark. Itt van egy Meister, ez...
Szerintem elég pocsék jelenleg, ha csak nem kap jó statokat később. Ott is van egy táncos hölgyemény. Nem jó, felmegyek. Kulcsa. Én tényleg azt hittem nektek, hogy kisebbbe vettem a kamerát, én felekkorát akartam. De hát jó van, most ez így van. Nem nyúlunk bele. Jó ez, tudjátok. Na, mindenképp a műhelyek kellenek legelőször. Meg a nagyok, tegyük hozzá. Mivel olyan kibaszott nagy műhelyek vannak, hogy jaj, csuhaj. Kicsiket bárhol le tudjuk tenni, de a nagyoknak kell a hely. Szerintem több na... Jaj, de ez is. Na, ezek a nagyok. A többi az pici. Szóval a többség az kibaszott megy. Hogy ide passzol? Megnézem az ajtókat, hogy azok vajon most működnek? Ez az ajtó is jó lenne. Hol a faszomban van itt ajtó? Ah, ott van. Van, láttam. 10 kéne nekem. 6 cukka, mat cukka. Fel nem látom, bazd meg. Ah, ott van. Szerintetek most működik, vagy nem? Működik. Elméletileg. Nem működtek az ajtók, basszus. Az elég gáz. Elhihetitek. Sepel, mert nem igen néztük meg különbe éjszaka. Ezt tegyük hozzá, pillanat, valamit megnézek. És megvan az első modellátorom is különbe. Elvállaltam el ott. Szóval alakulunk ott is. Oda nem tettem ajtót, vagy mi nem csukodott be? Nem tettem még ajtót. Ó, banya. Szóval az miatt is építettem kicsit át a... Ó, oh, szia, jó reggelt. Ja, ott van. Na, az miatt is építettem át a dolgokat, mivel, ahogy mondtam nektek, kicsit aktívabban kívánok ismét konenezni. Szóval, ha kijön az update hozzá, egy-két héten belül, valószínű, hogy biztos, hogy megnézzük. Sőt, a legutolsó update-tel, ami ugye azt teszi lehetővé, hogy az állatom nincsen, mert ugye lekorlátoztam azt, hogy mennyi élőlényünk lehet összesen, pont az miatt, hogy ne legyen végtelen számú. Meg hát, ha így tényleg betartják azt is az emberek, hogy ne legyen iszonyú nagy épület. Mondjuk azt, hogy az én épületem. Mondjuk azt, hogy egy közepes ingatlanom lett.
Szóval azt nézzük, nem olyan hű, de nagy az udvar. Szóval... hát ha itt vagy, akkor megmutatom még egyszer. Alig fért el valami az udvarban. Na mondjuk az egy közepes ingatlan. Szóval ennél nagyobb azért senkinél se legyen. És akkor még ide akarok egy istállót tenni, mert fönn már nincs hely. Ja, láthatod meg egy pillanat. Úgy, úgy, mennyivel jobb így. Ne volt ez a hang. Kép hang az, hogy én gondolom, hogy új szín is ellenőztem. Szóval, ha innen elviszem a cuccokat, akkor ezt itt lebombázok, és ide jön egy istálló még. Mert fönn nincs hely. Az istállót meg mindenképpen a izével akarom megcsinálni. Mi a neve? Abba vagyok különben? Ott vagyok. Ez. Stál. Ja, de igen, de ez nem az, nekem nem ez kéne. Van egy... Majd meg lesz fiúk lányok előbb-utóbb. Ott még úgyse vagyunk, de mi annak a neve különbe? Valamilyen kis faszelkezet volt. Volt egy ilyen szép kis istállóm is. A szigeten. Igen. Ennyi minden közt megtalálni valamit. Azt hiszem széna bogja volt a teteje, vagy hogy mondjam. Jó, itt vannak az elemek, igen, és... Nézem, de nem látom. Ez a Yamatai... Hát hol van? Ez az! Megvan! Ebből lesz majd az istállam, a Gittelmauerből. Ebből a rácsos izéből. Falakból. Ebből egy nagyon szép kis izém volt. Annó. Na! Tegyük le az eszközöket, és utána meg díszítsünk. Ez a mai nap. Hogy elkészüljek így 3 nap után végre mindenne. Na szóval. Ja, meg nézzük meg azt is, elméletileg mindenhol van ajtóm. Ez nem kell. Ti ilyet ne csináljátok, csak én csinálom. Igen. És ez most vajon működik, vagy ez is még bágos, ennek az ajtaja? Neme, megvan a neme, neme, hol a neme? Így, működik. Tegnap egyik ajtó sem működött, bágos volt minden, bazd meg. Letettem és nem lehetett kinyitni egyiket se. Ajtókat ezért még nem tettem sehová. Jó, akkor pótolom az ajtókat. Csináljuk tovább a dolgokat, fiúk, lányok. Ez elég ciki, hogyha elteszed az ajtót, nem tudod használni. Nem, másik oldal, bocsi. Hoppá! Viszont ezt már megcsinálhatnák, hogy lehessen mászni a játékba. Szerintem lassan egy éve ez ilyen, nem tudom, elbaszták, vagy értitek. Hogy nem lehet fölmászni. Mászol föl, de nem fölmegy, hanem leesik. Ez elég idegesítő. Működik.
Menj az útba. Szerintem ennyi ajtó nem is lesz elég. Jó ez így. Nem kell mindenhol ajtó. Nem is feljött az ajtók. Hát pedig megnyomom az E betűt, higgyétek el. Ajtó, ajtó, ajtó. Na így kell építkezni. Nem mondom, péntek óta ezt csinálom. És tegnap este fejeztem be az építkezést, és még a díszítgetés vissza van. Oh. Veled Mizu? Minden oké? Ott vannak ajtók, igaz? Vannak, jó. Mindenhová fogunk tenni zászlókat is, meg mindent. Szépen kidíszítjük az egészet. Előfordulnak gondok, bajok, ugye? Még itt sincs ajtó? Gyerek! Szerintem elhasználtam legalább 20 ajtót, basszus. Van még egy. Oh! Jó, 2x10-et már biztos, hogy elhasználtam, azaz már 20 ajtót elhasználtam, de szerintem több nem kell nekünk. Ha több nem kell, szupi. Letesszük a műhelyeket. Utána beletesszük a találókat. Ja! Elfelejtettem, ugye új a kamera és fönn van, és nem itt lent. Ugye kicseréltem, nem tudom, hogy láttad-e díszszín. Bazd meg! Mindjárt jövök, levehetem valamit. Jaj! Na ja, ez volt a régi. 2 éves. Elmentem egy kábel. Bocsi! Na. Mivel ugye mondtad, hogy el fogod újra kezdeni a Conant, ha kijön az update. Én szerintem már most elkezdeném. Hogyha úgy sincs ötleted, hogy mivel játszál, mivel egy-két héten belül úgy is kijön az update, ugye kedden fogják bemutatni. Szóval addig elérni egy bizonyos szintet például. Én azt mondom neked. Szóval azért ugye ez sem egy olyan hügyen. Hű de gyorsan Conanbe. Mit hova? Ugye ezek a nagy műhelyek. Ami egy egész szobát elfoglalnak szó szerint. Hát de új is tudod kezdeni. Készítesz egy új karakterre. Érted? Például.
És akkor már sokkal több lehetőség van benne, hogy ismét mindent kitanulni, még több izgalom ismét. Csak egy tipp. Ez jó lesz. Egy minek ilyen nagy pálinka főző basszus? Ennek melyik az eleje? Gondolom ez. Mi az, hogy másik objektummal jönközik? Nem ér... Se a falnak nem megy neki semminek. Vieskedsz velem? Innen látom, hogy még van fél méter a faltól, szóval nem megy neki a falnak. Másik objektummal érintkezik, a bánatot érintkezik. Ez valahogy így kéne inkább betenni. Ugye a műhelyeket egyszer végre tenni, szóval... Hoppá! Átrapsz még hátrább kell tenni sokkal. Még nagyon sok hátul a hely. Kicsit jobb, meg kicsit bal. Így jó lesz? Na most már jobb. Csak egy tipp. Jó, kell nekem... Ez ide szerinted befér? Nem mi? De. Ez tök jó. Lesz. Nem megy át a falon? Nem. És ott sem. Na, szupi. Kell a nagy festékes. Ennek is melyik az eleje? Szerintem így van. Ezt meg ide lebasszuk. Hát ez benne van a falba. Másik objektummal, semmilyen más objektummal nem. Hát határeset. Az de ugye műhelyeket egyszer végre tenni, és az nem valami szép, hogyha átmegy a falon. Szerintetek jó van ez így? Hoppá! Mindig gyakorlatilag. Na, mész föl? Nem látom, hogy átjönne a falon, szóval jó ez. 7-es? Mi a 7-es? Azt hiszem ebbe lehet üveget készíteni, meg hasonlókat. Vagy... Fegyverkovács. De ez így, ez sajóba kéne tenni igazából. Nem tettem le a pálinka főzőt? Ó, banya. Akkor ide tesszük a pálinka főzőt. Másik objektummal semmivel nem jelentkezik, basszus. Hagyjad már hülyeségedet. Nem akarja az igazságot. Van még valami? És még sok minden van. Konyhának lesz egy külön emelt konyha, meg ilyen szórakozó helyiség. De lehet, hogy ott fogom megcsinálni a szobámon. Na nézzük. Azt hiszem, ez így jó. Hát az a nagy fazék, az sok, sok mindent nem látok. Hát az egy picikét benne van a falba. Az nem a legjobb. Én ezt mondom. De különben te mindig ott szoktál játszani? Úgy értem, nem játszál, mindig ott szoktál lakni, ahol voltál, és abban, tudod, mindjárt mutatom neked. Mindig itt laktál? Mert például
Most ha teljesen újra kezded a játékot, el tudsz máshová is menni, hogy érted, hogy más legyen. Más bölcs legyen, más táj, meg változatosság, tudod. Ha azt nézzük. Jó, ebbe ugye azért kell kettő, mert az egyik talán tud ilyen legendás kitet csinálni, a másik meg olyat. Jó, itt még van bőven helyünk, szóval még valamit lebaszunk. Ez... Ajzé, ezt jól mondtam. Nyelgeket itt tudunk készíteni. Hát ez is eléggé határeset, ha azt nézzük. Ó, hogy vigyen el! Egyszer kell minden tenni, tudjátok. Vagy nagyon falba van, vagy... Hát... Jó ez, van még egy centi. És akkor ide meg a bezúzót letesszük. Az is fontos. Az már falba van, nem? Jó lesz. Nagyon nem akar mindent egy helyre tenni. Ide a lépcső alá betehetnénk a... Nem tudom, valamit. Ennél sok hely nem kell például. Fogd rá. Úgy, mi? Is van lépcső alatt bőven hely, ide jött a szállító. Új, mi? Na ez a szint, ez kész is. Bár itt még van hely, a gyümölcs centrifugát itt betesszük, mondjuk úgy. És akkor igazából a műhely... Elő basszus, mehet hát ebb. Most? Mondjuk. Na, szóval a lényeg az megvan. Még, hát mondjuk a lényeg. Mert ugye ezek a konyhá, ez a kettő a konyhához van, hűtő is oda megy majd. Szóval még ezek a műhelyek, amik gyártáshoz kellene. Itt is van hely igazából. Ez lesz szerintem a bőrző talán? Nem, más. Bár kéne hagyni lehet helyet ládáknak is, ha azt nézzük. Ez hülyén néz neki. Ah, jó, ezek mennek a másik szintre. Van még bőven hely. Na, pálinka főzőt le kéne tegyük. Pillanat. Közben itt jönnek nekem üzenetek. Hopp, basszus, elnyomtam. Nem, ez így van. Na, itt engedi a pálinka főzőt. Hát ez mehetne még kicsit hátrább is. Nincs a falba. Mondom, hogy nincs a falba. Hogy vigyen el a villám. Amíg, hát az mi, a tudod, az lehet, hogy a falban van például. Megvettük, maradjunk ennyibe. Hát ez már ide nem fér be, sajnos. Ez hogy van? Nincs elég kontakt a talajja. Mi az, hogy nincs elég kontakt? Hát, mi ez, ahova tenni kívánom, basszus? Stabilitás is 80. Szóval azzal se lehet gondja baja. Akkor ezt tesszük ide. Á, megvettük. Na nézzük. Viszont ez olyan cucc, hogy sajóba kéne tenni, szóval...
nagy cucc, tudjátok. Szóval inkább ez jöjjön ide. Ez ilyen L alakú. Ugye itt lehet páncélokat készíteni. Aha. És pálinka főzött meg ide tesszük mellé. Ha engedi. Milyen más objektum, semmi más objektumban sem. Na jó, lehet, hogy volt valami más objektum. És akkor még van nekünk egy... Ez is L alak, basszus. Akkor ezt is való úgy kéne letenni. Van nekünk még... Még. Itt pici a hely, basszus. Ide biztos nem fogom tudni letenni. Van egy kemencénk, azt nem tudom. Nem tudom, melyik az elején, melyik a vége. Hát leteszünk most így. Aztán majd ha beletesszük a tart, akkor úgy is meglátjuk, hogy van. Hát ez így hülyén néz neki, nem? Milyen nagy ez? Viszont így nagyon sok a hely mögötte, és ugye azt írta ki, hogy nincs elég kontakt a talajjal, ami hülyeség. Áj, basszus, pedig jó lenne itt. Ó, oh, ez benne van a falba, bocsi. Ide majd teszek egy dobozt, vagy valami. Viszont a következő szint az már lakás. Ja, nem. Jó, akkor ide tesszük. Ide persze engedi a kis köcsög. Aha. És akkor a következő szint lesz a bulizó hely. Meg az én kis... Pillanat, gondolkodok. Ez lesz az én kis szobám, és itt lesz a... Konyha, meg a nappali, meg a stb. Tudjátok. Ó, oh, még van, ja, itt a konyha, az kell nekünk, kell nekem a ládám. Itt tudunk változtatni külsőt. Szóval a konyha jön ide be. Hogy vigyen a villám. Oké, kell neki egy láda is, ugye? Cuccoknak. De nem. Ide teszek egy hüttőt, oda teszek egy hüttőt, vagy valami ilyesmi lesz majd. Majd. Nekem kell egy ládikó. Úgy, megvan. És ha változtatni kívánunk a külsőnkön, az meg jöjjön ide. Sok minden most nem látok a cölöptől. Aha. De nem, sok minden nem látok a cölöptől. Úgy. Szupi. Fiúk, lányok. Mindjárt jövök. Meg kell kevenni a pörköltet. Bocs. Meg is van. Inni. Szóval, akkor most beletesszük a tajalokat a műhelyekbe. Különben neked melyik DLC-t tetszenek a legjobban?
Ha már úgyis itt vagy. Elméletileg. Nekem ez a két DLC, ami tavaly jött ki, meg a tavaly előtti, ugye ez a Nemesis. Vagy valami hasonló, meg ugye ez az üveg. Szerintem ez a kettő a legjobb, nekem legalábbis. És ennek mindenhol van. Jó van. Hát ezek estére elkészülnek. Olyan 8 volt shots per kb-ben vannak tőlebe. Hoppá, nem ezt akartam. Mert még meg kéne ugye azt is szerezzük, hogy a trollok tudjanak különböző dolgokat csinálni. Szerintem sok minden nincs meg. Egy emotát szereztem meg azóta, hogy ugye újra kezdtem. És azoknak ugye fix helyük van, szóval... És nagyon sok trollom van, de ugye külön szedtem azt, akiket használok. Csak nem mindegy, hogy melyiket hova tesszük, mert mindegyik más tud, ugye. Most kicsit nehezek vagyunk, szóval nem fogok sétálni, bocs. Amíg felsétálok így, hány százalékosak vagyok? 267. Addig eltelik fél év. Úgy. Na nézzük. Ide mindenképpen ő jön, mivel ő az asztalos. Más nincs is. Mindjárt lesz egy kis élet itt az ingatlanba. Most meg kell nézzük, hogy melyik mit tud. Ő nem tud semmit. Ő se tud semmit. Ő se tud semmit. Ő se tud semmit. Ő se tud semmit. Nem, fogadjunk, az utolsók lesznek. Na, ő tudja ezt a legendásat páncélokhoz. Ezzel nem mindegy, hogy mit hova teszünk, ugye. Semmit, ha van melyik kovács, ő nem tud semmit, akkor a másik kovács. Ő meg ezt a legendásat tudja. Szóval ezért kell ugye ebbe a műhelyből kettő. Mert olyan nincs, hogy mindegyik tudja mindkettőt. Ide jön nekünk... Hát egy valaki van. Ő. És akkor még egy kovácsunk van, az megy oda. Ha. Én nem tudom, hogy megvan-e a receptek vagy sem. Mindjárt megnézzük azt is. Ja, egy kovács van. Ő jön ide. Ah, ezek szerint megtanultam az összes receptet annak, amikor újra kezdtem a játékot, mert látjátok, még van adamantiumos receptem is. Ugye szigetes. Az jó. Szóval akkor újra tanultam mindent. Van nekünk... három alkimistánk. Hát most az, hogy melyikben mi volt... Ő tud színeket. Ő is tud színeket. Ő szakács, ő megy a piásba, ő a kemencés, ő is szakács. Mi van két szakácsom? Jaj, páncél, az is még fontos. Na, szerintetek jól tettem, ne vagy sem? Kemencés. Hát, nem épp a legjobban. Mindjárt benne van a falba szegény hölgyem én. Szóval, hogy kéne ezt fordítanunk így? Most jó vagy? Ó, hogy vigyen a villám! Meg lesz.
Melyik volt az a lyuk, ahonnan volt, basszus? Ez az? Jó, nincs a falba. Jó lesz. Van egy olyan neves páncélkészítőnk, aki sokkal jobb páncél tud, és ő... nem tudom melyik. Ő. Sokkal jobb páncokat tud készíteni, mint bármi. Melyik? Ja, őt tudjuk. Ide jön egy... Alkimista az meg? De az, bocs. Egy alkimista? Mondjuk. Ha? Éled a nép. Hó! Ennyien. Jó, és ezek szerintem lényegtelenek, ezek csak a műhelyekben mennek be, hogy legyen kis élet. Ők semmi extrát nem tudnak. Ugye ezek a legfontosabbak, a páncélkészítő, ez, meg a legendások. Meg a fegyverkovács, aki jobbat tud. Tényleg én azt tettem be különben? Ja, egy fegyverkovácsom volt, ha jól emlékszem, szóval biztos, hogy azt tettem be. De gondolkodva tudjátok. Mindegyik ugyanazt tudja. Aha, mindegyik. Hát olyan mindegy, ki lesz itt. Jó. Szóval ezek a legfontosabbak ugye, akik legendásokat tudnak. Az olyan fegyverkovács, aki jobb fegyvert tud készíteni, mint az alap, és ő az. Említem, mert ugye más fegyverkovácsom nem volt. Meg a páncélkészítő, aki szintúgy jobbat tud. Más nincs. Ó, megkönnyebbültem, szupi, tudunk szaladni. Ide betesszük, és még van egy valaki. Miért van még egy valaki? És már is van élet a házban. Két szakács, azok fölmennek, és... Kértem egy munkahelyet? Asztalt? Miért van még egy? Ja, megvan. Jó, ez is megvan. És ugye betesszük őket meg még ide a konyhába. De melyik mit tud? Az előző az tudott tojást. Az más tojást tud. Aha. Hát melyik a jobb? Hát legyen ez. Másiknál viszont két leveske volt, ha jól emlékszem. Jó, na nézzük. És őt meg ide betesszük. Jó, akkor mindenkit betettünk oda, ahol kell. Elméletileg. Szóval, díszíthetünk. Hoppá! Szerintem nincsen semmi olyan cuccom, amit meghagytam volna a díszítéshez. Csak a műhelyeket, ne a tálalókat hagytam meg. Meg mi volt nyersanyag. Szóval kell nekünk... Nem tudom, itt van majom? Itt vannak. Miért hiba? Flaggel másik meg... Hoppá!
Nem? Hogy hívják a másikat? Hogy hívják a játékban a másikat? Hiba. Ezt úgy bírom, hogy kivették a játékból. Meg még valami volt, amit én használtam nagyon szívesen. Nagyon szép volt. Valami nagy. Ez volt. Megnézzük. Volt valami másik is, valami vörös színű, ha jól emlékszem. Fiúk, lányok. Nem, majd végignézzük. Talán meg végtelen cucc közül azt, amit épp keresel. Na, ezek építési elemek, szóval innen kicsit mehetünk gyorsabban. Ezek majd a házba kellenek nekünk. Kitanai volt, ha jól emlékszem. Aha, ez. Ez is iszonyú jól néz ki. Jó. Tele leszünk zászlók, az biztos. Bocs, valamit nézek. Na nézzük. Először, amit falra lehet tenni, azokat használjuk el, úgy szólván. Ezek az zászlók szerintem iszonyú jól néznek ki különbe. Ja. Bocs, jó, ez jó nagy. Ja, ez is... Aha. Aha, akkor ezt kiveszem. Itt 2 éve volt egy olyan drop a Twitch-en, amit meg lehetett szedni, aztán kivették a játékból, amit láttátok, hogy azt itt a játék, hogy hiba. Pedig nekem, én megszereztem, még össze is van kötve az... Szerintem följebb van. De csak egy picibe.
Kicsit díszítünk. Hoppá! Túlment a bocsi. Mondjuk, 100% kutya lesz. Csak így elnézése. Ide le akarom tenni ezeket a nagyokat. Ezek szerintem szintúgy úgy iszonyú jól néznek ki. Csak ezzel is a baj, hogy semmit nem látsz, hogy hogy van. Ha ez így van, shot spell kb. Csak épp a túloldalra kéne. Vagy oda? Tegyünk le még két alapot. Egy oda, egy oda. És ide tesszük, hogy ne foglaljunk helyet. Csak a kérdés meg az, hogy ez hogy van. A fejét nézem könbe, ahogy látjátok. Elméletileg így van, gyakorlatilag így. Úgy. Másikat meg pont fordítva kéne. Kicsit így befele. Jó lesz? Szupi. Még átépítgetések lesznek, szóval oda még nem kívánom tenni, de a másik kettőt oda kéne letegyük különben majd. Csak nem tudom még hogy. Jó nézzen ki. Jó, kicsit szárnyal kapok, bocsi. Sok mindent nem látok. Túlzottan csicsánsa, nem akarom csinálni, ezt tegyük hozzá. De mindenképp kell szintúgy egy-két zászló. Ez fontos. És a jobbikból, mondjuk úgy, a jobbikból. Melyik is volt az, ami nagyon tetszett annó? Minden toronyban jó lenne egy-két zászló különbe. Olyan ez a bogár basszus, hogy itt zümmög. Csak nem látom, hogy ez melyik, vagy hogy néz ki, vagy... Mindenképp kifele nézzen. Nincs elég kapcsolat a faszomat, nincs elég kapcsolat, már elnézést. Milyen másik objektummal? Semmi nincs itt. Van? Miért nem tehetem le úgy? Semmi mással nem érintkezik, basszus. És valamit beadott. Hát, így vajon jól néz ki? Vagy az a baja, hogy fújja a szél esetleg, és akkor neki megy a fákjának.
nézzünk egy másikat. 8-ast. Na, ezt engedi az a... Ja. Ha. És ha olyat akarok letenni, ami nem ilyen, hanem ilyen. Értitek, ilyen középről kiinduló. Ezt engedi vajon? Ezt engedi. Na mindjárt jövök, fiúk, lányok, bocsi, tudjátok, sütés, főzés. Na nézzük. Vagyok. Még egy jóval maximum is elkészül a kaja. Mindjárt váltok is. Bocsi. Hogy? Na nézzük a továbbiakba. Akkor egyet letettünk ide. Akkor a másikat, másik féléből meg ide kéne egyet letenni. Sőt, nem le kéne, hanem teteszünk. Csak meg kell nézni, hogy... Megvan. Szerintem ez kurva jól néz ki különben, amikor így fújja a szél, tegyük hozzá. Hogy látjátok is. És nekem még itt valami hiányzik, lehet, hogy kéne valamit még ide letenni. Vagy ez már elég, hogy ne legyen túl csicsás. Zászlókat mindig imádtam a játékba különben. Ezt tegyük hozzá. Mi lenne, amíg ide letennénk esetleg ilyet? Nagyjából középe. Úgy. Szerintem annyira nem lett csicsásabb. Kék az ide, nem élik, ha minden vörös igazából. Itt a következő tornyunk, ugye? Akkor ide is kell valamit, hogy letegyünk. Még hozzá, jó lenne most már ezt letenni. Ha engedni az istenelte játék. Ez túl nagy neki, vagy mi van? Mi bajod van, haló? Nem engedi? Hmm. Na,
Akkor ezt tesszük le ide. Hadd fújja a szél. Szépen. Meg ezt is így tesszük le. De ez is tök jól néz ki, hogy ott azokkal a fejszékkel, ha azt nézzük. Úgy. És kéne valami. Fújja a szél. Miért nem engeded letenni, amikor nincs semmi ott? Másik objektummal érkezik. Bánatot érkezik másik objektummal, haló. Itt látom, hogy semmivel nem érkezik. Jó, ezt se fogjuk tudni, de szerintem letenni. Szerintem a 7-es meg 8-ast sem. Ezek, ahogy nézem, ezeknek jó van. Hát, jó, úgy nézem, hogy ide csak ilyet tudunk letenni. Amit eddig is tettünk le. És mi is volt az? Banna. Oké, akkor azt nézzünk még egyet-kettőt. Amik jól néznek ki. Hiba. Nekem ez megvan, basszus. Ne szívas. Ez szerint csak ilyet tudunk ide letenni, de hát ez is tök jól néz ki, különben azt nézzük. Ilyet, egy olyat, és nézzük azt, hogy melyik, ugye. Hát ez így furcsán néz ki, hogy kicsit belelóg a... Tudjátok mibe. Na, nem baj, hadd fújja a szél. Az is megvan. Teszünk egy ilyet, ismételten. Úgy. Oda is teszünk egyet. Egy... ilyet. Halló? Halló? Ez érdekes, különben. Ott fújja a szél. És akkor még egy tornyunk van, ugye itt. Ez csak egy zászlón.
Látjátok, milyen lassan megy még így is. De csak letenni kéne. És oda, na nézzük. Jó. Meg is vagyunk. Mondjuk. Fel kéne építenünk. Ja, fel kéne hozni akkor a cuccaimat. Ide is kéne még egy-két dolog, meg oda is kéne egy-két dolog, de nagyon üresek a falak, ha azt nézzük. És a falak azok eléggé számítanak szerintem, ha azt nézzük. Közben jön az este is. Ó! Oh. De van nekünk olyanunk, hogy nem ez is, ugye? Kell egy ilyen nekem. Ez mind főleg ilyen belső cucc, ha azt nézzük, szóval majd oda mennek. Igazából... Ah, szia! Szia! Jó napot! Nap van? Hát, mondjuk. Ezek is belül mennek igazából. Kell nekem egy csengő. Ezek is jó különben.
Csak már nem emlékszem, hogy milyen színű volt, amit én mindig használtam. Akkor ne is találkozom. Vagy melyikeket használtam? Semmit egy túl nehéz lettem. Nem tudom, hogy ez mennyire jó ide. Értitek, mennyire fog beleilleni, bár nekem mindig tetszett, ezt tegyük hozzá. Csak azért a középkori kastélyban lehet, hogy ez nem a legjobb. De megnézzük majd. Sok váza. Ezek, jó, ezek is nagyon jók, ezek a... Ezeket is elfelejtettem. Jó, jó nehezek lettünk, ezt tegyük hozzá. Ezt a bejárathoz kéne letenniük, ez mindig nagyon jól nézett ki. Csak az a baj, hogy ott a világítás. Oh, nappal lett. Ezeket lekapom. Nem fog odaférni. Meg lehet a zászlót meg följebb fogjuk tenni, mert a státusz szoba az jó nagy. És akkor ide kell két alap. Ismételten. Nem ez is. Jó magas. És oda a hölgyem, mint föl kéne tegyük. Följebb kell tegyük a zászlót, eltakarja a hölgy. És mi azért kell az alap, mivel nem egyenes a talaj, és akkor nem tudom letenni. Szivatsz! Ah, látjátok, teljesen eltakarja. Most a kérdés az, hogy... Igen, ezt kívánom letenni. Sokszor volt, hogy oda mentem, ugye? Gondolom, ti is tapasztaltátok, és mégsem azt vettem le, amit írt a játék. Hanem falat esetleg kiszedtem, az is olyan kellemes dolog tud lenni, különben. Hoppá. Na, szupi. És akkor fölé tesszük az zászlókat, amit most lehetettem, csak nem tudom, hogy hol van. Itt van meg. Úgy. És mindjárt megnézzük, hogy néz ki. Felkelő nap. Zászlókat fújja a szél. Na, nekem tetszik az a lényeg.
Mizu veled. Málnás pálinka. Itt a málnás pálinkát, vagy hogy lett az a neved? Szupi. Ja, bocsi. Igen. Ja, kell a csengő, bocsi. Kell nekünk egy csengő, ha valaki esetleg jön. Aztán vagy beengedjük, vagy sem. Bár ha jól emlékszem, más nem tudja használni a csengőt. Szerintem én nem teszem el a másik kettőt, ez nekem így jobban tetszik. Hanem... Van ott vajon annyi hely, hogy oda le tudom tenni a két másik ilyen nagyot? Ja, mondtad, hogy elkezdted is mit a Conant, valami módolt helyen. Na, ide le tudjuk tenni, csak ugye ide is kell nekünk alap. Viszont akkor ide glass teszünk. Mert az a kastély is, ugye. Kell nekem kettő. Hát jó magas, kell nekem ide alap. Hát ez nagyon itt nem jó, sajnos. Hát oda kell alap, de ide nem biztos. Ája. Akkor jól emlékeztem. Van az a nagy. Á, ott van. Ide nem kell, de oda kell. Igen, de nekem sose tetszett, ahogy mondtam neked. Egyszer kipróbáltam. Valakinek bejön, valakinek nem. Nekem az alapjáték jön be. De kíváncsian várom, hogy mi lesz az új funkció, ami jövő héten mutatják be. Jó. Itt a hölgyemények jól néznek ki. Ők is letudva. Lehet, hogy túl sok szobrot adtam különbe. Ennyit nem is tudok hol letenni, szerintem. Nincs ennyi helyem. Nem beszélve, hogy ezek iszonyú nagyok. Itt jövünk be a házikóba. Én, ahogy megküzdök a szörnyeteggel. Ezt föl lehet szenni különbe? Föl lehet, jó. Ne csak bezúzni lehessen. Pont vele szembe. Kicsit érdekes ez a sok különböző DLC. De passzol. De legalábbis nekem tetszik. Hát ezt viszont el kéne forgatni, hogy ne így lássuk a dolgokat. Hanem így. Ja. Szemből jobb.
Szerintem mindenhol hazamennek a laboratoriumok itt is. 15 perc is hazamegy, ha ott hagy ott valahol. Lovat, nem tudom, a ló is egy jó nagy, meg ez a másik is. Viszont ezek is tök jól néznek ki, mindig tetszettek ezek. Kicsit. Ez ilyen nagy. De ez se túl jó különben, hogy valami túl gyorsan megy, mert ha majd gyorsan elérsz benne mindent is, annyi. Most én eljátszok a minden játékkal, ha megvan után minden cuccom is, de a legtöbben abba hagyják. Konent is, pár hét alatt mindenki kijátsza, aztán hány volt a játék? Azért attól még lehet vele játszani bőven. Meg még a pár hét alatt úgy sincs meg minden, ami van, amit be lehet szerezni a játékba, bármennyi időt is betölt valaki. Lehet a dungeonok megvannak, legtöbb ecet megvan, de a legtöbb nemestől, ugye minden területen más purge van, nép, azok nincsenek meg, nem is lesznek. Szóval azért ez se így van, hogy sicsúgy, és ennyi volt a játék. Itt a Wheel Rising is egy jó példa. Egy hét alatt most mindenki kijátszotta, aki az első naptól játszik, aztán annyi volt a játék, jelenleg. Az se így van. Mindjárt jövök, fiúk, lányok. Megnézem a pörküttet. Bocsi. Na jó, na még egy óra is kész. Na. Ezt nem tudom, hogy ezt kérdeztem el vagy sem. Jó, akkor ezt szerintem ide tesszük.
Most ez a 300 szint, ugye ez is egy mód igazából, mert 60 szintig van a játék. Nem tudom, hol tegyem ezt a szobát. Nagyon tetszik ez is, de nagy. Ugye ez csak pontokat ad, tudod, hogy tudj fejlődni, vagy ad HP-t is. Vagy hogy mondjam, tudod. Ja nem, pillanat. Amikor szintet lépsz, kapsz pontot, és úgy tudod a... Ja, na, nem jó kérdeztem. Amikor kapsz pontot, hogy így 300 szint van, ki tudsz mindent maxolni a tulajdonságokba? Ezáltal, hogy 300 szint van, nem 60. Vagy kapod ugye a pontokat, és ki tudsz mindent szintezni, hogy milyen erős légy, gyors, HP. Szóval akkor mindenki tudsz így maxolni, hogy 300 szint van. Vagy milyen jó az igazából. Mert ugye most ki tudsz mindent tanulni itt is, hisz hogyha elmész... Mert ugye, hogy itt is, hogyha megvan esetleg a recept, sőt nem is kell a recept, a fragmentből, ha abból elhasználod, valamennyi pontot kapsz. De ugye megvan a tábla recept, akkor 5 fragmentből lehet egy táblát készíteni, és adad azt hiszem 50 pontot, és már nem emlékszem, de ki tudsz így mindent tanulni különbe. Szóval itt is ki tudsz mindent tanulni, fragmentekből, miatt. Csak maga a tulajdonságokkal nem tudsz többet költeni, vagy hogy mondjam. Jó, hát nem tudom, ezt hova kéne tenni. Mindenképp tetszik ez a két szobor is. Lehet, hogy ide kéne neki helyet csinálni. Csak ahhoz is kell akkor alap. Kell nekem egy kis neme, 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 nem, 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 neme. Neme, neme, tudjátok. Ja, nincs kép, mi? Mindjárt lesz kép. Képbe leszünk a dolgok. Bocsi. Képbe leszünk a dolgokkal. A ló is egy elég nagy különbe. Ennyi volt az alap? Az jó. Ide letesszük a lovat. Csak nem látom, hogy melyik a ló eleje meg a vége. Mindig tetszettek ezek is. Mindenképp kell nekem. Annyira talán nem írik ide, de nem baj. Ezt a nagy szobrot meg szint úgy ide le kéne tegyük valahova. És itt se egyenes a talaj, szóval itt is kell nekünk alapot letenni. Ide tervezem. Bár milyen magas is? Hát jó magas. A vasvellás. Hát... Félek, hogy beütközik a... Félek, hogy beütközik. Vagy a rovat kéne inkább oda letenni, és ide a... bácsit? Oda a ló, és ide a bácsi, mert ugye a ló az nem olyan magas, és ott a torony. Szerintem az lesz. Átépítjük. Vagyis nem át... Hát átépítjük. Mondjuk úgy. Bár lehet, hogy nem ezt kell tudom felszenni, hanem inkább ezt. Meg nem is ezt kívántam. És akkor ide letesszük a papit.
Jó lenne látni is valamit. Szuper. Szóval meg ennyi nem lesz úgy elég. Na, így kell építkezni, látod? Vagyis nem építkezni, díszítgetünk. És a lóval meg ide betesszük, úgy szóval, csak ez meg már nagyon magas, az a bajom. Még oda is kell egy alapa, az alá. Csak nem. Hát jó, hát most tudod, mindenkinek más tetszik. Amit már beszéltünk, szerintem beszéltünk. Ki ezt szereti, kedveli, ki azt. Ez a jó. Mindenki más. Senki nem egyforma. Mindig van valami újdonság. Elég unalmas lenne a világ, ha mindenki egyforma lenne, nem? Ez a köz viszont itt nincs a legjobb helyen. Tudjátok mit? Így hagyjuk, nem kell neki alap. Sok státusz. Én leszek a státuszos. Nem tudom, ezt hova kéne tenni. Ezt is. Valaki nagyon nyög. Még annyi szobrom van, basszus, viszont ezek milyen nagyok halók. Meg kell nézni a többit is, mert lehet, hogy nem. Ugye többféle is van. Státusz szobolból. Nem tudom, hogy a szín miatt, mert nem tudom melyik az, amelyik mindig tetszett. Melyik a... Hát ez a fekete, ez biztos, hogy nem tetszett. Hát szerintem a málmány fejeszínű a legjobb. Akkor jót adtunk magunknak, úgy szóval. Na, ez pici, hál' Istennek, mert szerintem... Hogy ez... Nem, ezt így be tudom tenni. Arnold Schwarzenegger, szó szerint Conan. Ezt különben hallottad, vagy tudod, hogy... Na, megkönnyebbültem pár kilóba. Hogy jövő héten a játék készítői streamelni fogják a játékot kedden, 15-kor. Jön valami nagyobb update a játékhoz, valami új funkció. Nem tudom. Egymás egyén háttal nem kéne. Hogy legyenek. Új, a nagy Conan. Az a bajom, hogy kiebb van, mint az alap, tudjátok. Conan! Nem, valami játékban lesz valami. De elég titokzatosak még. Milyen nagy ez a sárkány? Hú, bazd meg!
Hát jó nagy. Homokvial lesz. Még van egy. Ez mi ez az íjász? Hé, hey, ez nem is Conan. Értitek, hogy mi van kettő ugyanolyanom? Ja, ez valami hölgyemény, haló. Bocs, de már itt sincs helyem. És utána egy pár héten belül meg fog elméletileg jelenni is különben. De ez ugye csak bemutató lesz. A népnek. A játékosoknak. Ezt én le tudnám tenni? Le. Hát majdnem mondhatjuk, hogy egyenes basszus. Aki be akar lépni a kapuban, azonnal mit lát, támad Conan. És ez még alap se kellett, ne tengedte, hál' Isten. Meg kéne nézzük a fejeket is. De ez picike, ezt tudom. A medde az milyen nagy különbe? Elfelejtette. Hol a medve fej? Nem is látom. Hát ugye ennél nagyobb fej az nincs is a játékban. Ezt tegyük hozzá. Egyet szerintem ide föl kéne tegyünk. És mellé még egy pár zászlót, valahogy középtájban. Szerintem úgy nagyjából ez a közepe. És hozzá még jöhetne egy-két zászló. Nagyon zászlós vagyok. Mindig tetszettek nagyon. Szerintem tök jó meg vannak csinálva. Egy oldal például, a másik meg amoda. Ez is egy hosszú ó, basszus. Kicsit följebb. Meg közelebb is kéne ide. Most már a fej nincs igazából középen. Vagy ezt kicsit közelebb tesszük. Ugye egyszer kell csak megcsinálni. Valahogy így. Nem tudom, te hogy vagy ezzel vele. Mennyire szeretsz díszítgetni, mi tetszik, mi nem. És akkor majd, ha fölcucolok, akkor ide még egy istálló mindenképp jönni fog. Hoppá, nem jó, felmegyek. Csak olyan üresek a falak. Szóval valami kéne még oda, ugye. Sőt, fönt van egy kutam, mindjárt leszállok az égből. Fönt van egy kutam, és akkor a másikat ezt a gyümölcsöst meg ide kéne tenni, hogyha az utazók is tudjanak inni. És nem tudom még hogyan. Lehet, hogy egyszerűen lebaszni. Ugye... Jó lenne oda hátra tenni, viszont akkor kéne alap neki. Mert látjátok, nem egyenes a talaj. Hát csinálj neki egy-két alapot. Annyi baj legyen. Nem akarom túl magasra. Tegyük hozzá. Úgy. És akkor ide ezt letesszük. Kell nekünk az az első is kell, mi? Na,
Engedd már, haló. Mi az, hogy a talajjal? Dehogy nincs ott a talaj, haló. Ó, kettő elég, haló. Akkor ezeket felszedjük. Mert ebből is tudunk ugye inni. Itt áll a kútba. Ha jön ide valaki, utazó, spawnon is tud meginni is. Meg ennek kéne egy lépcső is, ha azt nézzük. Igen. Úgy. Fáradt utazót megkínáljuk vízzel. Még kéne egy lépcső. Ezt nem mondtam el. Hát, mit lehet mondani fent éjszakon, milyen durva egy pörcs? Szétszednek, ha nincs elég védelmed, vagy nem jó helyen vagy. Teljesen, de igazából kezdő részen is szétszednek, ha semmi védelmed sincs. Ugye? Pláne, hogy ugye maxosra van beállítva a pörcs. Ez tök jó, amikor jön egyszer 40 T3-as T4-es. Az elég vicces tud lenni. Bárkinek vicces, ugye? És valahova én betettem tegnap egy-két fákját még. Ah, itt is van, látjátok? Ezt is ki kell. Még oda letesszük, és akkor itt is ez közvilágítás. Ha jön valaki, spawnolni tud inni. Úgy. És elméletileg nekem megvannak ezek. Isten tisztelet, aha, megvannak. Térdre. Szuki. Hogy is nyomjuk ki? Elfelejtettem. Jó, alakulunk. Akkor ezt visszateszem. És még a háznál mi sehol se vagyunk. Még csak a kert van kész is. Hú, mennyi az idő. Nem, még mennyi zászlóm is van. Bocsi. Démon szatyadék. Na nézzük, eddig hogy vagyunk? Jól vagyunk. Lehet, hogy ide a maphoz, tudjátok mit? Azt a maphoz le kéne tenni még azt a két zászlót. Ez. Csak nem látom, hogy hogy van. A hölgyeményt azt valahova el kéne küldenünk. Hölgyemény, ott is tudsz táncolni. Úgy, köszi. Ez a világítás meg szerintem megint csak nem a legjobb helyen van. Ó, bazd meg! A világítás. Vagy felszedtem egy alapot. Ez meg... Hát, mit jelent az az elég erős? Lehet, hogy itt délen kezdő részen erős, de fönt éjszakon meg szétszedik őket, ugye? Kicsit befele így valahogy.
Jönnek. Jönnek vendégek. Úgy. Szupi. Mert még ilyen zászlókat olyan esetettünk, mert mi nem tudtunk sehová. Elhasználjuk a sárkányfejeket is. Istenek. Mi volt az a zászló különben? Aztán kitanai volt. A kitanai. Ó, vigyen el a villám. Telezászlózunk minden falat, mindenhol. Oda. Bár szerintem nem épp. Nem írik annyi ide, nem? A kék szín. A Nemezis, nem, Nemedis, vagy milyen, értitek? Nemedis. Nem baj, jó lesz. Ne legyen minden ugyanolyan szín. Mi az, hogy nincs elég kontang? Azért mondom. Na mondjuk, mondjuk, mondjuk. Bölénynek meg milyen nagy a feje, nem mondom, hogy. Ide nem teszünk sok mindent egy-két, sőt, lehet, hogy ilyen kéne letenni zászlót. Ha engedi ugye a játék. Ilyet még nem tudtunk se letenni, és ez is iszonyú jól néz ki. Na, ide lehet különbe. Csak nem látom, hogy hogy van. Hoppá, bocsi. Egyet oda, és a másikat meg vele szembe. Így, shot spell kb. Telezászlózok mindent. Nagy zászlós vagyok. Hát, ez nem épp. Inkább most. Hoppá, bocsi. Elnyomtam. És tudjátok, azért tettem ide előre, mert úgyis onnan jönnek az ember, játékosok. Hadd fújja őket a szél előbb-utóbb. Legalább akkor már tettünk ilyen zászlót is, de azt nézzük. Nagyon sok az üres hely, ami nekem furcsa. Tehát ez én homo gyorsan elkapott díszítgetésnek tűnt, de ezért nem az, higgyétek el.
Sok a hely. Ki kell tölteni. Mi a neve? Elfelejtettem. Kitanai, oké. Okay. Még lehet, hogy még kéne egy-két fej ide. Ja nem. Mi a neve? Van még nálam egy? Van. Mi a neve? Ja? Tudom fel. Mert még itt sincs semmi, ahogy látjátok. Mindegyik oldalra fölteszünk egyet, mellé egy-két zászlót, szamás csillin. Hát ez itt elég guvancos. Ezt lehet, hogy feljebb kéne tegyük. Ilyen mindegyik. Ugye vissza. Mindegyik egy szinten legyen úgy szólván. Ez nagyon nagy. Akkor ezt ide például fel tudjuk tenni. Vagy nem. Na? Másik objektummal érintkezik, de úgy érintkezik sem lesz. Minden szupi. Ott mintha egy alap kimaradt volna különben. Itt viszont nagyon kevés a hely, szóval... Le kéne zárni. Na, minden oldalt van valami szupi. Nem, annyira gicsős nem lesz. És ide még tudunk zászlókat is letenni, ugye? Mindenhová. Közben leszállok, bocs. Ilyeneket még soha nem tettünk le. Szerintem. Jaj, meg ilyet se tettem még le, haló. Jó. Hát ez sem mondható, hogy egyenes. Mindegy. A közel nem is engedte, hogy láttátok. Bent vagy kint? Kint van, jó. Akkor másik is úgy legyen viszonylag. Kívül. Ha, túl közel nem engedi. Furcsa. Na.
Nyugi, csak házunk lesz. Mindjárt jön, fiúk, lányok. Meg kell nézni, ha tudjátok mit. Kész a csirke compörkült. Kicsit elsóztam, de hát ha azt nézzük, hogy hozzá főztem spagettit, abban még nem tettem sót. Kettő az jó. Kiüti egymást a kettő, úgy szóval. Csak egy picit sós. Na nézzük. El akarok használni mindent, ha már ennyi mindent adtam magamnak, csak zászlókat tegyük hozzá. Ilyet még nem tettem le se olyan zászlót. Menjen ide. Bazd meg, de azért ne így. Úgy. Ide is jöhet még egy-két zászló, még oda is, és megvagyunk. Zászlóház lesz. Bazd meg! Azt hittem, hogy az én vagyok. Te azon. De ezek szerint mi nem ott voltam. Húj. Nincs több, igaz? Bocsi. Érdekes, hogy szinte csak a közepébe engedi mindig letenni. Szélébe nem. Na, ezt engedi. Ez egy elég nagy terasz, és ugye a kert az már jó tele van. Szerintem több zászló nem teszek le, mert már tényleg én... Vagy de, még a házon nincs például. Vagy házba. Kéne nekünk egy grill is, én azt mondom nektek. Grillem sincsen még. Legyen egy hűtő is ide. Mi mennyi minden más, és megértitek.
Vannak zöldségek is, majd olyat is teszünk le. Hol a tökönben van, már elnézést. Megvan. Jó lesz ilyen grill placnak, ha azt nézzük. Bár kéne egy mindenképp a kerékhez is, ugye, mert kéne. Nekünk a találókhoz ugye kaja. Ez lehet, hogy még változni fog. Tegyük hozzá. Szőnyegek. Hát nem tudom. Milyen asztal az, basszus? Nem is pici kéne ide. Lakatályosabbá tesszük, vagy hogy mondják el titeket. Majd biztos, hogy fogunk díszítgetni. Ezt tegyük hozzá. Nem? Hogy van benne a játékba? Ugye ez fontos. Egyébként növény mindenhol jó.
Na nézzük, ez így nincs meg, akkor meg lesz így. Zászlókat kicsit most pihentetjük. Néha valaki enne, elbazd meg. Új! Milyen szép! Nincs izé, gyertya. Ez máshol van? Hoppá. Jó, akartam még az asztal tenni egy-két gyertyát is, de ha nincs, nincs, nem gond. Milyen... Pillanat. Ez még milyen pici? Ott van egy gizé... Ó, bazd meg! Ez itt jól néz ki, csak... A fényt azt odébb tesszük. Igen, ezt még ide leteszem. Vagy oda teszem? Vagy hova teszem? Vagy hova kéne tenni? Na, már is mennyivel hangulatosabb, nem? Szőnyeg, kis növény, asztal, van itt minden. Növény. Sok légy. Növény még jó lenne különbe, ha azt nézzük. Az mindig jó, ha van. És ugye jó sokféle van. De azt most tudnám, hogy melyik, de jó lenne. Ezek ne ezek különbe? Milyen nehéz egy? 4 kiló? Annyira nem vészes. Ültessünk növényeket, úgy szóval. De tudjátok, ezek csak díszek. Hú, de szép. De jó lesz. Valami lesz ott, az a lényeg. Itt van már annyi dísz van, hogy jaj, csúj, de nem baj. Hát ez nagyon szép. Egyik jó, mint a másik. Hát legyen ilyen, Istenem, hát most. Oly mindegy, hogy mit teszünk oda, csak legyen valami ott. Azt nézzük. És beteszünk valamit. Úgy. De tudjátok, ezek csak díszek, mert van olyan, amiből tudunk magvakat ültetni, vagy hogy mondjam. Olyan is van. Én lehet, hogy ide is kéne egy-két szőnyeg.
mennyivel jobban földobja a dolgokat. Egy-két növény, szőnyeg, még hasonlók. Sincs semmi. Ide is ledobunk valamit. Ugye muskát itt, vagy mi az? Új. És a ház az még jó nagy cucc lesz, azt még csinálni teljesen. Azt nézzük. De ha meg tudjuk törni a lábunkat, az fontos ugye. Na, és itt van a fő gond, majd a ház. Ezt is kipofozni, basszus. De szerintem majd később, 11 van, kaja kész, kezdek késni. Szóval szerintem majd kaja szünet után, meg föl kell még hozni a cuccaimat is, ugye. Meg ide is kéne még egy grill, hogy tudjunk grillezni a kaja miatt, bár szerintem úgyis úgy adom magamnak a kaját, de látszata legalább jó lenne, tudjátok. Csak nincs hely. Jó, ide nem kell. Majd nyugodjunk. Tudjunk hiászkodni is. Jaj, növények. Hiászkodás. Azt szerintem oda a bejárathoz kéne letennünk. Vagy nem is. Ide. Jönnek vendégek, ki tudnak hiászkodni. Ki tud jobban lőni. Mondjuk úgy, hogy egyenes. Ide jönnek. Aztán innen lehet lődözni. Még egy muskát, vagy mi a bánatom ez. Tudnak lődözni. Hú, mindegyik ugyanolyan, csak más színű. Igen, még kéne egy kis világítás talán. Sötétnek néz ki fejét. Akkor nézzük. Nagyon szépek ezek a növények. Nincs más növény, basszus, csak ilyet... értitek. Mi vagy? Ez nekem jobban tetszik, ez a növény. Mindenhol ilyen lótusz van. Már kezd elegem lenni a lótuszokból. Úgy, legyen már valami más növény is. Na, mennyivel jobban néz ki. Igen. De is teszünk le valamit, egy ilyen kis vackot. Ez túl pici, de. Hú, de nagy.
életet beleviszünk a kastélyba. Oda a hölgyemény mellé, tökéletes. Itt sincs még semmi. Ide is. Ide meg egy ilyen kis, nem tudom mi ez. De jól néz ki, hogy így fúj a szél. Mennyivel jobban néz ki lassan minden. Kis élettel. Ide is szerintem itt sincs semmi, szóval ide is tudunk egy-két dolgot lebaszni. Ezt oda, ezt ide. Úgy. Na. Meg még mindjárt megnézem, hogy még mik vannak díszítés területén játékban. Vagyis megnézzük. Az ember mindig talál valamit. Sátor alá ez a kis... Itt a gyertya, bazd meg. Amit kerestem előbb. Na mindegy. Ez is más néven van, mint ahogy kéne. Még a kertbe akarok ezt azt letenni, és utána majd mondjuk úgy ebéd után házzal foglalkozunk. Mert megcsináljuk még az istállót. Ezek is tök jól néznek ki, de ez is inkább házba való. Ezek a kitömött állatok. Adj egy ilyet. Most aki most kezdte a Conant, ha ilyet lát, azt szerintem... Értitek? Ez épületelemek... 1 millió... Sok DLC... Ezek is belső dizájnok... Kalitka... Lehetne Kalinka is. Igen. Státusz. Na még egy ilyen kéne nekünk, én azt mondom. Egy ilyen kocsi. Meg egy ilyen itató. De ez szerintem lehet, hogy inkább a izébe kéne. Majd az istálóba. Majd is le tudjuk tenni, azt nézzük. Már megint mennyi mindent odaadtam magamnak, viszont hova fogom letenni, basszus, nincs helyem. HF is tök jó különben, de ez is ugye házba való. Na jó! Akkor ez még ide valahogy eltesszük a kertbe. Ezek szerintem nem kellenek. Ezt nem lehet, hogy majd később adunk magunknak. Szerintem növény se kéne több. Pláne nem lótusz. Lótuszból már mindenhol van. Már lótuszon van tőle. Szóval ezeket még ide le kéne tegyük. Ezt leteszem a kapuhoz. Hogyha jön játékos, hadd ijedjen már meg, hogy miért nekem az ott. Juppi! Emléltek alatt, nem vagyok, igaz? Igen, jó. Igen, és ezt ide letesszük szépen. Ezt a kis pókocskát. Úgy.
Kicsit közelebb kéne. Jó, ott a fű, vagy most mi a bajod? Mivel érintkezik? Ezt ide lekívánom tenni, haló. Akkor ide teszem. Jó? Tudjátok, ez a kis kitömött vacak. Aztán jön valaki esetleg poátolni, vagy valami, aztán hú, mi a tököm ez itt? Jó. Ide is lehetne egy-két növényt letenni még, azt nézzük. Csinosítani. Ja, egy volt. Az jó. Nyugszik a kutya. Nyugszik. Oda megy az istáló. Van még valami, amit ide lehetne tenni? Szerintem a zászlókat is kibasszuk. Szerintem több zászló nem lesz. Megy egy kibaszott bogálna, elnézést. Sőt, nem egy van. Buksikát betesszük oda. Úgy, ne eljen már útba. Meg Dálincia, te is menjél. Túl közel van? Túl közel van a másik élőlényhez. Te meg menj oda. Jó. Ezeket megyek. Úgy. Elhasználjuk. Úgy. Dobálom a zászlókat. Túl sok. Nem kell. Hó, van, mit kidobtam, ami még kéne. Kocsi. Pár perc is ugye elviszi érdekelni. És akkor úgy tervezem, hogy hú, ez ilyen nagy. Kéne ez a sátor nekem valahová. Például ide, itt úgyis van hely. Szupi. És alá letesz, mondom, alá letesszük ezt a kis tűzgyújtóst. Úgy. És akkor tudunk ugye gőzni. Meg van oldva. Ez is. Érdekesen néz ki. De legalább itt is van valami. Tölti a helyet. Ezt a kocsikát, ezt nem tudom, ezt ide leteszem. Sőt, nem is egy helyre kéne ezeket letenni, hogy mutasson valahogy. Ezt is hova tegyem? Letesszük ide. Tudjunk jeleket adni. Nem túl sok. Majd mondjátok meg, hogy ti mit vélekedtek vele. Túl sok ez a dísz, vagy jó. Szerintem még elmegy. És a kocsit, hát nem tudom, valahova le kéne tenni ezt is. És mellé, köré, meg körülötte meg le kéne tenni a többi dolgot is, ugye. Csak nem tudom hova. Az istáló környékére kéne, én azt mondom. De le kéne tenni a kocsit. Ja, ez ilyen kocsi! Nagy a kocsi, az a bajom. Túl nagy. Nem lesz kocsi. Jó néz ki, meg minden, csak túl nagy. Helyette ide leteszünk egy szénabogját. Oda például... Vagy ide. Eléje jöhet egy kocsi, dolgozó falusiak. Ide egy kis fa, tűzifa. De a tűzifa lehet, hogy inkább a izéhoz kéne tenni, nem? Van még valami? Nincs.
Köszönöm, vagy mi a bánatom, ezt tudjátok. Úgy. És a fát még ide kéne letenni, meg az itatót is a lónak, hogy ezek csak díszek, de... Mondjuk oda... Ezeket meg ide lehet tenni valahova. Ez a lóitató. Ez meg az etető. Új. Vagy lehet, hogy pont fordítva kéne. Szóval itató, etető. Ilyen ne halljon a lovacska. Mert akkor oda le kéne tenni. Úgy, ott tudsz inni. Úgy. Inni, enni. És van még egy költöm. Ezt még a házba kéne tenni szerintem, vagy... Hova is tettem egyet? Nem emlékszem. Itt csengő van csak. Azt tudom. Van ott lent? Nincs. Egy van ott, valahol még egyet letettem, azt tudom. Nem fönt van. Igen, megnézem, bocs. Vagy nem, bocs, úgyis csak építgetünk. Itt se látok. És fújja a szél a zászlókat, tök jó. Tudom, hol tett a másikat, a grillhez oda, házba. Aha. Megvan. Szóval egy van itt a kertben, egy van ott. Aha, és akkor még le kéne egyet tenni szerintem. Elködök itt. Jövök! Ide valahova. És én zászlóval, mert minden máshogy ilyen csúvaj. És még lesz egy ládikom. Na fiúk, lányok! Akkor most mondjuk azt, hogy ennyi, és eltett basszus több mint 3 óra. Akkor fölviszem majd a cuccaimat, fölviszük a cuccaimat, az összeset. Ezt is lezúzom. És ide építünk még egy istállót, meg akkor még a házat berendezzük. És akkor kész a házam. 3 nap alatt. Hú, basszus. Na. Köszönöm, hogy itt voltatok, akkor egy órán belül folytatjuk az építkezést. Nem építkezést, a díszítgetést, bocsánat. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot, jó hétvégét. Ebéd után jövök, max egy óra. Sziasztok. Meg átállítom a kamera méretét, hogy ne ilyen kibaszott nagy legyen. Fele ilyen nagy bőven elég.
Mama, I made it to Forbes.